Szevasztok, ez itt a heti Animék van Piszes változata, méghozzá a 816. epizódjával. Még a múltkorinál is jobb részt láthattunk, mivel fontos szakaszához érkezett ez a történeti. Úgy vettem észre, hogy Pedro az egyik nagy áldozat a Big Mamos történetben, és mióta megtudtam a hátterét, eléggé megsajnáltam szegényt. Ezen felül találkozhattunk akcióval, egészen kivételes harci jeletekkel, és voltak olyan animációs megoldások, amik bizony tapsot érdemelnek. A rabság nem igazán akar eltávolodni Luffytól és Nami-tól, Purin suttogása után azonban még inkább ki akarnak szabadulni. Még mindig nem derült ki, hogy mit suttogott ez a teremtés Luffynak, ugyanis ebben a részben sem derült ki, de hát reménykedjünk benne, hogy az elkövetkezendő jövőben megválaszolják nekünk ezt a kérdést. Luffy addig csavarja magát egyébként, hogy egy óriási kakaós csiga is lehetne belőle, aminek a közepe kicsúcsosodik, és azt se bánta, hogy már szakadozott tőle a bőre. Nami ilyet reakciója egészen jóra sikeredett, viszont a csavarodás meganimálása ennél is gyönyörűbb volt. A színezés és Luffy mozgása is patent lett, hát még akkor, mikor visszacsavarodik. Chopperék pedig nem tudnak kijutni a tükörvilágból, mivel elfelejtették, hogy melyik lehet az ő tükrük. Csak Brülében bízhatnak, aki viszont ki van ütve. Több tükörbe is benéznek a keresgélés közben, és nagy poén volt, mikor egy férfira nyitottak rá, aki utána elpirult. Choppernek viszont elvileg jó memóriájának kellene lennie, hiszen információkat kell tudnia a gyógynövényekről, illetve az emberi anatómiáról is. Erre nem volt képes kicsit jobban törni a fejét. Rendben van, hogy a tükrök egyformák, de azért Choppernek nem szabadna szerintem eltévednie. Brock találkozása a mamával, nos úgy történt, ahogy annak lennie kellett. Hősünk megretten a nagyasszonyság jelenlétében, hiszen kire tenne ilyet az ő helyében, viszont Brock nem ijedt meg és ismételten előhúzta a menő ényét. A csontváz ember ezúttal is jól nyomta, mivel nyílt arcot szeretne azzal a mamával, aki teljes erőre kapcsol. Megjelentek a képességei Zeus, illetve Prometheus, akik most mintha komolyabb ábrázolást kaptak volna. Valamint a kalap is egy képességnek számít, hiszen neki is van neve, és bizonyára kiderül majd mit tud vele a gazdája. Pedro, illetve a tojásúr jelenete volt szerintem a legeslegjobb az egész részben, mivel rettető izgalmas volt az ő találkozásuk. Azelőtt komikus szereplőnek véltem a teás, tojáséjas fickót, most viszont, hogy akcióban láthattam, igenis érződik róla az erő. Veszélyesnek tűnt a folytonos mozgása a hosszú lábaival, és hát ezek a jelenetek bizony folyékon rajzosak voltak. De Pedrónak se kellett a szomszédba mennie a pörgésért, ő ugyanis a farkával csinálta. Ez már azért visszaidézte nekem a komédiát, viszont a hangulat így is meg tudott maradni. A küzdelmünk látványban is minőségi volt, különösen a karcsapások és Pedro villámjának az ábrázolása. Állagban és színezésben is kivételesnek gondolom, csupán a mozgásában kellett volna többet dolgozniuk a készítőknek, mivel a rezgések kissé akadósak lettek. Pedro múltja szerint egy barátjával érkezett a sütemény szigetre, ahol miután érdekesen üdvözlik egymást Pekomomszal, a tojásúr előtt találják magukat. Itt történik meg a fickó bal szemének az elvesztése, ami kellő vért tartalmazott, majd utána megjelenik a mama, aki a frászt hozza a behatolókra. A bűnük miatt 100 évet vesznek el Pedro barátjától, aki így meghal. Sajnálatos, ami a szimpatikus baráttal történt, erre Pedro mégse akar meghalni érte. Nyilván élni akar a barátja emlékéért is, másrészt fontos harcosa a minkeknek, de azért jobban is kínlódhatott volna a döntéssel, éljen-e, vagy ő is meghalljon. Végül azzal bizonyít, hogy kiválja a saját szemét, ami nem kis dolog tőle. A véres jelenet újfent megvolt, a mama pedig 60 év helyett 50-et vett el végül Pedro életéből. Eredetileg 70 évet akart elragadni, de hogy mire kell neki ez a sok élet, arról nekem fogalmam sincs. A tojás úr és Pedro harca a fináléba érkezik, mi néző pedig megint kaptunk egy kicsit Zoróból. A feltüzeléssel hősünk kimaxolja magából az erőt, aztán egy szédítően jó vágással szeli ketté az ellenfelet, akiből ezután valódi tojás foly ki. Furamód helyett neki a belsejében valódi tojás lehetett, hiszen ez folyt ki belőle, de az is lehet, hogy ez csak egy látványelem volt. Továbbra is rejtélyövezi Reiju merénylőit egyébként, ám azt láthattuk, hogy nagyon el akar jutni valahová, hogy szóljon valakinek valamiről. És hát nem mehetek el az mellett, hogy az összeesésekor megint nagyon dögös volt. Ezek a combok egészen vadítóak, és borzasztóan sajnálom ezt a sok vérveszteséget. Purin szerencsére rátalált és a segítségére siet, viszont érződik az is, hogy a veszély még nem hárult el.
A következő részben Sanji boldogságát követhetjük végig, aki most készül átadni a kedvességeit Purinna. Eközben pedig Luffy folytatja a csavarodást, hiába ordibál neki Nami. Reggio még mindig véresen üldögél, vagyis Purin elfelejtette bekötözni. Az eső megfesti számunkra a csalódottságot, de vajon mi fogja ezt kiváltani? Ki ne hagyjátok az újabb epizódot! Ez volt heti animék One Piece-es verziója, lájkold a videót, ha tetszett, lájkold be a Facebook oldalunkat, kommentelj a témával kapcsolatban, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel a Moshi Moshi csatornára. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor, addig is, hellóztok!